Köszönöm szépen Selmeci úrnak az értékes előadását. Valóban egy kis kitekintést kaphattunk a közút irányába. Természetesen a biztonság növelése számunkra is nagyon fontos. Ha ezt közösen tesszük, akkor biztosan eredményeket fogunk elérni. Ez volt a záró előadás, szándékosan nem használom az utolsó szót. Értékelés következik, és a konferencia lezárása. Megkérem Kirilli Kálmán osztályvezető urat, biztosítóbenedési tekintetben foglalja össze a hallottakat, látottakat, és egy kis rövid értékeléssel szolgáljon nekünk. Tisztelt konferencia, tisztelt jelenlévő kollégák! Érdekes, másfél napon vagyunk túl, sok nagyon színvonalas előadást hallottunk. Volt olyan, amelyik egy nagy, hosszú távú, több évtizedes fejlesztési elképzelést vetített elénk, volt, aki a jelenlegi helyzetet próbálta bemutatni, de alapvetően két-három fő iránya volt az előadásoknak, amik úgy gondolom, hogy a mai vasúti szakmának egyik bizonyos súlyponti kérdései. Az egyik ezek közül a forgalom irányításnak a modernizálása, a központi forgalom irányítás, a menetrendvezérelt irányítás kérdéskörei. Itt hallottunk külföldi példákat, hallottunk olyat, amit itt a jelenlévők a jövőnek gondolnak, de volt közte olyan, ami igazából a múlt, mert egyik előadónk egy több évvel ezelőtti külföldi példát vetített, ami lehet, hogy nálunk csak majd egy évtized múlva valósul meg. Tehát vannak példák, vannak irányok és vannak törekvések, és nagyon örülünk, hogy vannak vállalkozások is, amik erre energiát fordítanak és fejlesztenek, és nagyon örülünk, hogy ezek közül az Élharcos egy magyar vállalkozás, aki a hazai köfi rendszereknek a messze túlnyomó többségét teljesítette. Egy másik ilyen érdekes témakör volt az ETCS, amit a biztosítóberendési szekción belül nagyon sok aspektusból jelent meg. Igen, ez egy nagyon fontos, egy óriási biztonsági lépés a Magyar Vasút számára, és reméljük, hogy ezek tovább fejlődnek, ezek a vonalak, és tényleg a napi életünk egyik kulcskérdése lesz, és a biztonságunknak egy újabb lépcsőfokát tudják biztosítani. Örömmel hallottunk új fejlesztésekről, és a fejlesztéseknek a biztonságigazolási vonzatai és kifejtése kerülnek, és hát ez egy nagyon fontos kérdés, mert egyre több vállalkozó jelenik meg egyre újabb és újabb rendszerekkel, és nagyon fontos, hogy ezek mégiscsak biztonsági rendszerek legyenek, és hát nekünk is egy kicsit, hogy mondjam, visszajeleztek a vállalkozók, hogy hát ezekhez az eddig le nem írt szabályokat is, ha nem is hatósági feltétfüzetbe, de valamilyen formalizált formába jobban meg kellene fogalmazni, hogy a fejlesztési irányokat, illetve az új rendszereknél a vitás kérdéseket, azokat jobban kézbe lehessen tartani. Ami még érdekes volt, és mindenképpen tanulság, egyébként is éreztük, de az előadásokból is lejött, hogy a biztosítóberendezési, távközlési, informatikai és erős áramú területek egyre szorosabban kapcsolódnak, egyre több egymásra hatása van ezeknek a rendszereknek, tehát külön, hogy mondjam, program nélkül is, hogy mondjam, mindannyiunknak a vérébe kell legyen, hogy egy rendszert alkotunk, már nem elkülönülten, és így kell a továbbiakban ténykedni. Én úgy gondolom, hogy valamennyiünknek, akik itt voltunk, érdekes és inspiratív szakmai tudást adott, és bízok benne, hogy ezt a ismeretet tovább gondolva a itt nem lévő kollégáknak továbbadva, és a KTE részéről is elérhetővé téve a szakmába tovább tudjuk ezt a információt terjeszteni. Nagyon köszönöm a KTE szervezőinek, a konferencia előkészítésében résztvevő vasutas kollégáknak, és különösen a Pécsi Területi Igazgatóság kollégáinak, akik a
itteni technikai feltételeket is megteremtették és dolgoznak vele. A szervezést én úgy gondolom, hogy ez egy érdekes, értelmes és eredményes konferencia volt, és remélem, hogy önök is ezt így érzik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És akkor most Süri László osztályvezetőt szeretném megkérni, hogy a távközlési szekció tekintetében is értékelje a konferenciát. Köszönöm szépen. Hát a távközlési szekció részéről is azt tudom mondani, hogy az elmúlt másfél napban nagyon, nagyon velős és szakmailag magas szintű előadásokat hallhattunk. Ahogy Kálmán is elmondta, a távközlési szekció tekintetében is két-három fő gondolat mentén szólaltak meg ezek az előadások, melyet nagyon köszönöm az előadóinknak, hogy ilyen magas színvonalon adtak elő. Ez a két-három fő gondolat az információ, mint fókusz behelyezése, tehát az információ, mint olyan, az avval való bánásmód, annak biztonságkritikus kezelése, és a különböző szerteágazó vasúti rendszereinkben való alkalmazása, az mindenféleképpen előtérbe került a másfél napon keresztül. A másik fő irányvonal az utastájékoztatás, melynek hát múltjáról mi is láthattunk evolúciót a kijelzők tekintetében legfőképpen. Ugye, hogy a múltban hogyan indultunk el, milyen alapelvek mentén kezdtünk gondolkodni, és hát milyennek a jelene. Ugye a napjainkban ráadásul nagyon felértékelődött az utastájékoztatás szerepe. Nem mintha a múltban nem lett volna ez fontos, de az életünk felgyorsultával, a folyamatos és egyre növekvő forgalommal kapcsolatosan ugye mindenkinek elvárása, hogy a tájékoztatás mint olyan az megfelelő szinten történjen meg. Ehhez az utastájékoztatás ad megfelelő lehetőségeket, megoldásokat, és hát az mellett, hogy egyébként a kijelző evolúcióról eljutottunk odáig, hogy beleláthattunk abba az információ mennyiségbe, amit például egy utas rendszer biztosít az utastájékoztatás számára, illetve hogy ezek a projektek mennyi minden fontos információ és tapasztalat alapján alakulnak a jövőben, tehát milyen tervezési alapelveket kell figyelembe venni úgy, hogy egyébként folyamatosan változnak és növekednek azok az elvárások és igények, amelyek akár a MÁV életében is, tehát a közlekedési társaságok életében mondjuk úgy szerepet jelentenek. Láthattunk külföldi példákat is, tehát ezek mind hasznosak annak elgondolása véget, hogy az az irány, amit mi tűzünk ki adott esetben a technikai fejlődések nyomon követése, sorrendisége kapcsán az jó-e. Kaptunk átvitel technikában különböző központi üzemeltetési rendszerekhez való eszközökben fontos és hasznos előadásokat. Ezek egy része, azt tudom mondani, hogy hála Istennek a jelen projektjeikben megjelenik, tehát ilyen a QoS monitoring rendszer, a KMC kulcsmenedzsment rendszer, mely rendszerek például, és itt elég jól be lett mutatva, hogy magát az RTMS gondolkodásmódot ezt megjelenítik a MÁV életében, és lassan, tényleg rövid időn belül kimondhatjuk azt, hogy igazi RTMS jelenik meg a vasút hálózaton. End-to-endként, tehát a GSMR, annak monitorozása, megfelelő üzemeltetése, az LTCS együttműködése kapcsán
igazi RTMS szolgáltatást tud a MÁV majd a jövőben azáltal nyújtani, hogy az LTCS vonalszakaszok üzembevétel is meg fog történni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a másfél napban lévő előadások hűen tükrözik azt egyébként a távközlés oldaláról, és itt csatlakoznék a Kálmához is, hogy információ, és akár a főigazgató úr előadásához is, hogy igazából az IT rendszerek, az infokommunikáció, a biztosító berendezés erős áram és a távközlés is, mint kar-kar-kar-kar-öltve működik együtt. Lassan nincsenek meg ezek az éles határok, nem is szükséges ez, főleg úgy, hogyha mindenki megfelelő eszközökkel rendelkezik a saját technológiáinak az üzemeltetéséhez, és ezek együttműködése, ez ténylegesen egymás mellett és egymás segítve tud megvalósulni. Én nagyon köszönöm a szervezőknek a tényleg színvonalas helyszínt és a jó szervezést, a technikai feltételek biztosítását, és hát a hallgatóságnak, látva, hogy a két szekciós napon is milyen létszámmal voltak jelen a kollégák, az, hogy ilyen létszámban megtisztelték jelenlétükkel a konferenciát, és további sok sikert kívánok mindenkinek. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen az értékeléseket. Nem marad más hátra, mint a konferencia lezárása. Egy-két köszönetet még én is mondanék, természetesen elsősorban a jelenlévőknek, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre. A szervezőknek, akik lehetővé tették egy csapatmunkára mögött, a főtámogatónknak, a PQZRT-nek, támogatóinknak, hogy lehetővé tették a konferencia financiális oldalának a megvalósítását is, vagy lebonyolítását is. Magának a helynek, ahol lehettünk, ez is egy nagyszerű lehetőséget biztosított számunkra a kulturált és eredményes tanácskozáshoz. A lezárás előtt tegnap este ugye elhangzott már az információ, találkozunk 2025-ben ebben a tárgykörben a szombathelyi területen, ahol a KTE, mint szervező, lehetséges akkori szervező, a Vasmegyei Területi Szervezet lesz megbízva vélhetően. Ezek ugye egyenlőre csak ilyen gondolatok, de a tegnap este alapján ez látszik a jövőnek, tehát van tovább, van hová. Köszönöm szépen a részvételt, mindenkinek jó étvágyat kívánok az ebédhez, és aztán a hazautazást éljük meg sikeresen. A konferenciát lezárom.